Elég inkorrekt módon az ukrán parlament elfogadta a nyelvtörvényt, hiszen tulajdonképpen a ukrán állampolgár az elnökválasztáson már ítéletet mondtak arról a politikáról, amelyet folytatott a Poroshenko elnök úr által fémjelzett irányvonal. Ez a nyelvtörvény egy óriási visszalépés jelent a nyelvjogokat illetően, szinte tulajdonképpen ellentmond a címének, nem az ukrán nyelv védelméről szól, hanem a ukrán kívül a más nyelveknek a betiltásáról, a közélet szinte minden területén, a hivatalokban, az oktatásban, a szolgáltatásokban, a médiákban, emiatt számunkra ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Szeretném azt elmondani, hogy ez a törvény természetesen alkotmányellenes, korlátozza az emberi jogainkat, ellentmond Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival, illetve ellentétes azzal az értékrenddel, amit az Európai Unió képvisel. Arra fogjuk kérni a parlament elnökét, az ukrán államelnököt, hogy ne írja alá ezt a törvényt. A választások térképe megmutatta azt, hogy az ukrán állampolgárnak mi a véleménye Ukrajna jelenlegi helyzetéről és a jövő útjairól. Szóval megnézzük az első fordulónak az eredményeit, akkor azt látjuk, hogy ugye két megyében győzött az orosz párti erő, amelynek a vezetője előtte Moszkvát is megjárta, és a Poroshenko a hadsereg, vallás, nyelv triásza pedig szintén két megyébe kapott többséget, még az összes többiben pedig Zelenszkij nyert, ami azt mutatja, hogy az ország lakosság, a döntő többség, a kétharmada, az elítéli ezt a politikát, nem látja a kiutat az orosz pártiságban, vagy pedig egy Oroszországban való integrációban, viszont egyfajta centrista politikát tud elképzelni a jövőt illetően, ami még jobban aláhúztak a második fordulónak az eredményei, hiszen ottan csak Poroshenkónak a támogatottsága egy megyére korlátozódik, ami mégis csak furcsa, ilyen a korábbi ukrán történelemben nem volt. Emiatt ezt az irányt kellene folytatni, és azt bizonyítani tettekkel is, hogy az európai integrációra, a NATO csatlakozás való törekvés nem jár feltétlenül az ember és a kisebb jogoknak a korlátozásával. Mert hogyha ez nem fog bekövetkezni, akkor megváltozik az egész ukrajnai közélet véleményem szerint, hiszen akkor az emberek többsége úgy véli majd, hogy az Európai Unió, az való csatlakozás az azt jelenti, hogy föl kell számolni a nem ukrán népeknek a nyelvi jogait Ukrajnában. Ezen változtatni kell, és ez lesz a jövőnek egyik fontos kérdése.